Szüretelnek az orosztonyi óvodások. Az intézmény udvarán található kiskertben a saját ültetésű zöldségek, gyümölcsök és fűszernövények mellett virágok is vannak. A palántákat a gyerekek nevelték az óvodapedagógusok segítségével. A 400 lelkes község óvodájába 25-en járnak, a szomszédos településről érkező kerecsenyi gyerekekkel együtt. A kiskertet a pandémiás időszak alatt alakították ki. Az óvodások akkor ültették el az első magokat. Büszkén mondhatom, hogy nagyon ügyesen gazdálkodunk, de azt is hozzá kell tennem, hogy Kerecseny község önkormányzata, Réti Alfréd polgármester úr, ahol ugye egy nagyon jó kis startmunkaprogram van, onnan a kezdő magokat, illetve a palántákat megkaptuk, tehát azzal nagyon-nagyon sokat segítettek nekünk, illetve szakmai tanácsokkal elláttak. Aztán a helyi önkormányzat biztosított nekünk itt egy picit megnövelt az óvoda udvarát, aztán vettünk magaságyásokat, és utána pedig mindenféle szakmai segítségnek utána néztünk, hogy hogyan tudnánk a lehető leghatékonyabban ezeket a zöldségeket, magukat, palántákat elültetni. Amit még azért szeretnék kihangsúlyozni, hogy itt minden apró pici magtól palántáig, ez mind a gyerekeknek a munkája, természetesen a mi segítségünkkel. A közösen termelt zöldségeket és gyümölcsöket a kicsik a reggeli, az ebéd vagy akár az uzsonna kiegészítéseként fogyasztják el. Amit lehet, fel is dolgoznak az óvodában. A paradicsomot azt kipréselték, elvágtuk ketté nekik, és akkor szépen a kezükkel meg szitán átszűrték, és azt el is fogyasztották, amit kipréseltek, az nagyon tetszett nekik. Megcsináltunk savanyúságot, vágtunk föl káposztát, paprikát, uborkát, az ilyen kis vegyes vágott volt, hiszen meg is lehet nézni, majd ott vannak. Uborkát raktunk el, kis hagymát pucoltunk, azt raktuk el. Az óvodapedagógusok elmondták, a kiskert gondozása folyamatosan leköti a gyerekek figyelmét, így a jövőben a terület fejlesztését is tervezik.